Jaj! Bocsánat, és még beállítom a kamerát, jó? Így, szépen. Mi van ott fölül? Az látszik még a másik monitor. Így. Jó. Így jó? Jó. Na, szóval teljesen kifagyott. Ezt halljátok, ez a billentyű hangja. Na ennyi, kész. SteamOS lefagyott. Restart. Újraindíjuk az egész rendszert. Kész, már kép sincs, hang sincs, semmi sincs. Igyekszem jól beállítani a képet, hogy lássátok, hogy ugyan több képernyő van, de ő szerinte csak egy van. Nem akar működni a többi monitorral együtt. Tehát úgy nem. Igen, amit láttatok, az a Steam Operation System, mint Linux, ugye Steam OS-ről van nagyban szó. Alul látjuk a töltő csíkot, gyönyörű Steam OS GNU per Linux 1.0 Alchemist alválfaj, vagy hogy mondjam. Nem láttátok ugyan a telepítés menetét, de nagyon macerás, nagyon idegesítő, nagyon-nagyon sokáig tart, tehát borzasztó lassú, és nem ért magyarul. Tehát hiába állított be neki az alapvető Linuxba. Mekkora egér kurzor volt! Láttátok? Láttátok? Kész, elment a kép. Nincs kép! Pedig az előbb kaptam a dönöljű nagy kurzort. De semmi nem történik. Itt itt a kezem és várom, hogy történjen valami, de semmi. Haver! Működjél már! Még akadj egy kicsit, ez az. Akadozik egy ilyen rendszeren, hallod? Júú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 ú
Ezt most el kell bosszulni. Tehát... Ja, egér. Na. Ilyen gyönyörű nagy kurzorunk van. Nagyobb, mint a mutató ujjam, érted? Eltűnt a kurzor. Na, itt van. Úgyhogy restart. Jó? Kilépés. Igen. Várjál csak. Nézzük csak. Van olyan, hogy beállítások. És már magyar, most jövök rá. De jó, mégis tud magyarul. De király csávó. Na, a rendszer, nézzük egy kis frissítést, jó? Kliens bétába. Mégse. Inkább részvétel. Na. Amit itt láttok, éppen a frissítések keresése. Tehát ennyit látsz belőle így, amit most látsz. Tehát tisztázom még egyszer a dolgot, mind a három monitoron ugyanaz van, jó? Tehát semmiféle multimonitor támogatást nem látunk. Amit látunk, az meg minden, csak nem multimonitoring. Na ennyi. Ez volt a frissítés. Hogy van-e, nincs-e, közöd nincs hozzá. Na. Escape. Süket. Na végre. Kicsit laggol, de úgy valami rohadtul. Na jó van. Amit éppen láttuk, ez a teljes főmenü, jó? Ez az, amit titeket fogad, amikor bejelentkeztek a Steamre. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy a Steamre úgy lehet bejelentkezni, hogy van olyan, hogy Steam Guard. Most a Steam Guardnak az a dolga, hogy azt védje meg, ami a tied, tehát te, ha be akarsz lépni egy Steam klienssel, akkor te neked el fogja küldeni e-mailbe a bejelentkezéshez szükséges kódot. De nem kapsz ám böngészőt, hogy megkapd a saját kódodat, azt felejtsd el! Ha nem rendelkezel mobillal, vagy egy másik számítógéppel, vagy egy laptoppal, vagy akármivel passz meg, akkor buktad. Soha nem jutsz hozzá a kódodhoz, hogy hozzájuss a saját anyagodhoz. Tehát egy ekkora gyökérségről van szó, vágod? Na jó van, ez amit itt látunk, ez a főmenü. Van egy letöltésem, egy új. Zámodra új! Mi az, hogy zámodra új? Hú, rossz ötlet volt a magyarítás. Paris with Games. Fú, na ez nagyon király, de rohadtul. Hopp, nem megy az egér. Nem megy. Itt van lenne az egér. Itt. Na most már nincs ott. Na, erre eltűnt. De mi van, haver? USB-s egér már kihívást jelent?
Na, megjött az egerem. Ah, szóval. Van egy letöltésünk, egy új, ami Zámodra új. Itt az áruház, könyvtár, meg ez a nevem szerintem, egy Venus projekt, meg a barát, aktív, kész, megállt megint. De laggol, öcsém, nem valami gyenge. Tégy közzé, nem mozog az egér. Tehát szerintem halljátok, hogy súrolom szét az egérpadot, semmi mozgás, nulla. Jó, eszkép, arra se. Az igen. Kész, teljesen megállt a rendszer. Na, ez az! Kiléptem a főmenübe. Itt mindig van egér, hát ez király. Na jó, itt van a beállítások. Ja, animált az egész, tehát nem az van, hogy összeviszogránk. Na, beállítások. Fiók. Ugye a fiókadat, jelszóváltatás, e-mail cím, Steam Guard kezelés, fiókadaté mentése ide. Vac állapot jó állapotban, e-mail cím teljesen hitelesítve. Barátok. Na hát aztán, automata bejelentkezés a barátokba bele, abba. Értesítés, megjelentés, hanglejátszás, értesítés, megjelentés. Na jó, hagyja békén, jó. Játék közben semmiféle marhaság nincs. Átfedés, screenshot, gyors gomb, kezdő lap, gomb, meg RT. Már vállalatot kell csinálnom kezdő gombba, vagy mi ez a baromság? Nem értem. Ú, bazd meg. Nem értem. Na, mindegy. Otthoni közvetítés. Ez vajon mi lehet? Hát, nem tudjuk. Jó, mindegy. Menjünk tovább. Nyelv. Igen, magyar. És örülök, hogy tudsz magyarul, mert nagyon kétségbe voltam esve. Linux asztal elérésének engedélyezése. Be van pipálva, és ugyanúgy nem éred el a Linux asztalt. Vágod, tehát semmit. Nem. Nulla. Családi könyvtár megosztás, számítógép engedélyezése, más számítógép kezelő. Ez egyáltalán nem egy családi nézet. Ó, itt egy gyerek arc. Ú, de családi nézet lesz mindjárt. Játékvezérlő. Hát az nincs egyébként, teljesen jogosan. Megjelenítő beállítások. Lássad a három, kész. Ez a surrogó hang, ez az egérnek a hangja. Nem, semmi, nulla. Kifagyott megint. És itt van! Csak az egér nem mozog. Itt az egér, itt, és nem mozog. Tehát hiába húzogatta az egeret, agyon verem szegére azért. Nem! Ő nem! Itt küzdök az egére, hallod? Jó, escape. Semmi. És képzeld el, hogy ez még nincs kész. Tehát csináltak egy olyan operációs rendszert, ami a te Steam fiókod köré épül. Na még valami. Ezt se tudtad, escape. Na még egy kis escape. Semmi. De egyébként itt a képernyőn, te látsz esetleg olyat, hogy monitorok száma, elhelyezkedésük, esetleg a több képernyő összevonása egyé, tehát ilyen iAffinity-s, vagy SLI-s, vagy Crossfire-es, vagy akármilyen, tényleg ilyen, nem akarok nagyon messze menni, alapvető beállítások, hogy két monitorom van, de csak egyen játszok. Alkalmaz, oké. Elment. A másikon csak filmek vannak, vagy mit tudom én. Az egy nagyobb tévé, és akkor én azt csak filmezésre használom. Játék csak ezen. Tehát semmi. Hallod? Kész. Meg van halva. Tehát bármilyen gombot nyomhatok. Szegény billentyűmön szét is kalapálom mindjárt. Semmi. Nulla. Kész. Lehet őrülni. Hát se döglik bele. Kész. Tehát ilyenkor ennyi. Bármit csinálsz, bárhol nyúlsz. Gatter. Vége. Lehet újraindítani. Tehát nem mondanám, hogy ez egy jó pont a srácoknak. Reset. Lehet, hogy sok neki a négy mag. Nem hiszem. Igen, jól látjátok, nincs kép. Igen. Természetesen a másikon már van kép, de az azért van, az azért gyorsabb, mert, hogy mondjam, az mini display portos. Amit ti néztek most, az a képernyő, az a DVI-os, fehér. Tehát elméletileg, akinek van DVI-os kimenete, az a fehér színű, akinek van olyan, az ugyanezt a képet látja, csak hát... Jaj, haver!
lényegesen és sokkal lassabb bármilyen operációs rendszernél, amit eddig láttam. Egyedül egy programnál nem lassabb, az a Win 7. Az nem. Az még ennél is lassabb. Na most jön a nagy burjánzás. Bú, bú. Úgy kell burjánzani, hogy burj, burj. Persze szétlaggolva az egészen. Tehát egy ilyen gépe, ott a nagy kurzor, ott volt a nagy kurzor. Tehát egy ilyen gépen, ami laggol, hallod? Hát az megérdemli. Azt kell mondjam. Na, lássuk a burjázást. Bú, bú, bú. Kiemelkedik a vulkáni kitör. Mert amúgy maga a grafika szép lenne. És ötletes, főleg, ami nagyon nagy szempont. Te így elbaszni. Ez az! Ó, azt hittem nem fog belaggolni, de! Dost belaggolt, nagyon jó. És puf, hirtelen váltás, érted? Na, egyfolytában ilyen átvezető animációk mennek a háttérben. Nagyon szép munka, igazán senkinek egy szava nem lehet. Ismét működik az egér! Nem tudjátok, ez mekkora boldogság. Könyvtár! Mit jelent az, hogy könyvtár? Hát ott a könyvek vannak, nem? Nem eszköztár, ahol, vagy játéktár, vagy akár... Puff, megállt az egér. Na, ébredj már! És hiába csapkodom szegény egeret, tényleg nem tehet róla. Könyvtár, letöltés, egy új. Még mindig egy új, hát már megnéztem egyszer ezt az egy újat, ami zámodra új. Ezt hogy lehet innen eltakarítani, bazd? Web. Hí, webgomb! A zámodra új alatt, puff, megint nem megy az egér. Most megy az egér. Megint nem megy az egér. De most szórakozol velem? Komolyan? Szerintem halljátok egyébként. Ez itt amit itt láttok a szélén, bekarikázom a kezemmel, ez a másik monitornak a széle, és az egér van most itt, ugye? Tehát ugyanarról a képernyőn van szó. Semmi, hallod? Meg se rezzen! Escape gomb működik még? Nem. Ne haragudjatok, de a játékig nem jutok el ezzel. Ú, bakker. És jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, hogy amikor a srácok Linuxhoz nyúltak, azért vihettek volna olyan srácot is, aki ért hozzá. Mert szép, meg csodaszép, de nehogy kitalált ezzel, te le akarsz tölteni egy játékot, mert megjön az, hogy zámodra új, és kész. Nem lehet játszani semmivel. Tehát, megmozdult, de aztán megáll, tehát nincs reagírán ismét semmi. Se eszkép, se semmi. Mitől mozdult meg? Na, ez az. Eszkép gomb. Még nagyjából megbízhatóan működik az eszkép gomb. Na! Ez mi? Mi ez? Ha sokáig egy helyben hagyod az egeret, eltűnik. Oké, ezt aláírom. Tehát tényleg most itt az egér, de mindjárt eltűnik. Itt. Zsú. Mondom, eltűnik. Az nem tűnik el. Jó. De viszont nem mozog. Tehát... Szegény egér tényleg nem telt róla. Na, tehát, ide húzom, jó? Itt az előbb eltűnt. Itt. A pillanatnyi sebesség 1,2. A maga a Linux mögötte, tehát a Steam OS mögötti Linux, az nem fagy ki egészen addig, amíg mögötte mozognak a bubik, és itt a számok nem állnak meg. A 877 kb. Ezt a számot mondom most, ezt a felsőt, és egy kicsit tuningolom a nagyon-nagyon régi készülékemet, amit úgy hívnak, hogy Sony Ericsson Vivaz. Ennél nagyobb sebességet érek el. Most például van egy kábeles netem, ahol 40 és 50 megabyte között töltök le másodpercenként, és amit itt látunk egyébként számadatokban, az nem más, mint a számítástechnika megcsúfolása és a teljesítmény bakancsal történő arcon tiprása. Igen. Ez, amit itt látunk, egy rendkívül ízléstelen vicc.
Tehát nekem ilyen netem lenne, hogy 1,8, sehol nem férnék hozzá például gyorsabbhoz, elköltöznék. Tehát 1,4, vágod? Meg a legmagasabb volt 3,6. Tehát ezeket honnan szülöd, honnan töltesz le ilyen sebességgel, amikor be van állítva, hogy a letöltési központ Magyarország. Még azt se lehet mondani, hogy esetleg messze van. Nincs messze, nem, nincs. Fejből egyébként sajnos nem tudom, hogy mekkora a Half-Life 2, de számoljuk össze. Most van 300 megabyte készen, és a felénél állunk. Eddig megvan. Tehát ha én letöltöm a 300 megabyte-nak a dupláját, az 600 megabyte, eddig megvan. Na, az egy CD lemez. Aha. És egy fullos 4,2 vagy nem tudom hány gigabyte-os DVD-n jött ki a Half-Life 2. Akkor most mit tölt le végül is? 600 megát? Tehát... nem biztos, hogy értem ám. Tehát... nem jó ez, srácok, nem jó ez. Ja, meg a másik. Ú, ezt még meg kéne mutatnom, hogyha nem fagynak ki az egér. Halljátok a súrogást? Ez az egérnek a hangja. Semmi. És megint. Megmozdult az egér, és ismét nem mozdult meg. Semmi. Escape gombot nyomogatom. Semmi reagálás, tehát nulla reagíren. És a számok sem mozdulnak, érted? Tehát megállt az egész. Na, most ez az. Most van. Mit akartam mutatni? Ja, igen, a játékaimat, mint könyvtár. Ó, elforduló háttér, kész, megint a mezegér. Tehát semmi, nulla. Ó, és most megy. Tehát összes játékok megnézése? Na, akkor nézzük összes játékot. De hiszen ez nem is az összes. Na, ez egy nagyon fontos pont, ahol most vagyunk. Egér még működik, ezt valahogy mozgatnom kell egész végül, hogy nehogy eltűnjön. Már megint megáll. Légy szíves. Na, itt van egy trükk. Nem lehet gyorsan mozgatni az egeret, csak lassan. Mert kifagy. Vagy mi van? Szedd már össze magad. Egy Debianos rendszer van a Steam OS mögött. Tessék, itt van az összes játékaid listája. Minden játék, a legutóbbiak, a telepítettek, amikor még le se töltöttem. Kedvenc? Nincsen kedvencem? Komolyan? Hát van három, amit kedvencekbe raktam. Játér, vezérlő, támogató, hát az nem is szempont, mert nincs is játékvezérlőm. Jó, és a Steam OS alatt futók 16 darab. Tehát amit most itt látunk, nem akar jobbra menni. Nem akar jobbra menni, ez teljes mértékben felesd el. Nem tudom, jobb, ez az. Most el tudtam húzni. Eddig nem tudtam elhúzni. Na, amit most itt láttok, az az összes játékaim között az, ami a Steam OS-en fut. Egyébként van olyan, hogy minden játék gomb, és akkor előjön az összes olyan játék, amivel tényleg mondjuk érdemes is játszani. Nem megy arrébb. Tehát... öcsém. Na, most arrébb megy, de nagyon nehezen lehet arrébb húzni. Tehát ne is kísérjeljétek meg, hogy ez halál. Itt van egy gomb oldalra. Ó, itt egy gomb előjött. Eddig hol voltál? Bujkáltál? Nézd oda. Hát ez hülye. A kiválasztott menün ugrál, amikor mondom neki, hogy jobbra vagy balra, hallod? Nem az egész ablakot mozgatja, nem. Azt a kiválasztott egy kis fehér kockát mozgatja jobbra-balra, amin éppen áll ez a... hát nem merem kurzornak nevezni, mert nem az. Hát egy ilyen kijelölő négyzet, és akkor... akkor fölfelé, lefelé, hol van a gomb, hogy én most a csét akarom kijelölni, nem a dodot? Akkor mi van? Hülye. Ilyen alapvető dolgokra nem vagy képes. Jó, escape. Na most ez epic fail volt, de ilyen mega fail. Zene. Természetesen a Steamen nekem kell, hogy legyen zene. Hát mióta tudok én a Steamen zenét vásárolni, te gyökér? Természetesen azért megnéztem ezt a dolgot, ez nem azt jelenti, hogy a Steam-es zenéd. Nem! Ez kérlek szépen, kedves barátom, ez az, amit te a Linuxon mögötte fölmásoltál a gépre, mint zene. Vágod? Na, következő kérdés. Tényleg nagyon fontos, escape, kilépünk. Összes képernyőmentés megnézése plusz
termékaktiválás a Steamen, nem Steames játék hozzáadásaként. Hogy lehet egy Steam OS-en hozzáadni egy olyan játékot, ami nem Steames, bazd meg? Mi ez a baromság? Csém. Ezt legalább gondoltátok volna át, jó? Még egy eszkép? Nagyon szépek az átvezető animációk, tehát tényleg le a kalappal. Na, a beállításokban nincs olyan, hogy kilépés a Linux menübe. Vágod? Tehát nincs. Cserébe viszont van böngészőm, mint olyan. Tehát beírom ide, hogy www.facebook.com. Akkor bejön a Facebook, ne? Tiszta jó. De cserébe itt alul ugyanúgy itt vannak a Steames gombok, tehát benne a Facebook weblapjába, érted? Hú, öcsém, meg fog őrülni. Na, escape. Eltette valahova a böngészőt, vágod? Tehát nem tudom, hol van, elment, megint megállt az egér. Jó, lassan mozdít. Hí, de király, lassan mozdítod, az egeret előjön, jó? Na, escape, megint nincs több escape, ez a főmenü. Hogy lehet kimenni az asztali módra váltás. Hát az előbb ez nem volt itt. Tiszta fekete mind a három kép. Hú, egeret húzom, semmi, se kurzor, se folt, se csík. Hú. Haver. Most így hátra dőltem. Semmit nem látok, tehát ugyanazt le... Oh, jött egy kurzor. Megtámadta a fehér kurzor a fekete hátteret. Oh! Haver. Ez az asztali mód. Ez. Ez, hogy fekete háttérjen egy húzogathatok egy fehér egeret? Komolyan? Na, srácok, figyeljetek már. Na! Azt a mindenit, de be vagy gyorsulva. Oho! Őha. A merev lemezen problémát észleltünk angolul. Activities. Hát ez nem looks like a magyar. Ez looks like rohadtul külföldi, I mean. Viszont úgy néz ki, mint egy nagyon elbaszott Debian. Tehát a Debianba én át tudom állítani, hogy legyen három monitorom. Mert én emlékszem, hogy azt hogy kell. Most a rendszer beállításokra várunk. Itt van. De gyorsan megnyitotta. Na, akkor nincsen mirror. Jó? Puff, elszürkült minden, hallod? Légy szíves, wake up, ébredjél már, most rángatom az ablakot. És erre elszürkül, hallod? Jó? És akkor most lesz három monitorom, tényleg? Igen, van három monitorom, csak teljesen rossz helyen. Tehát úgy van, hogy egyes, kettes... Hú, bakker. Próbálom kitalálni, melyik ablak hol van. Jújjúj! Nem tudom áthelyezni a monitorokat, és mindegyikre az van írva, hogy laptop. Tényleg ekkora gyökér vagy? Ne viccelj már! Ez úgy néz ki, mint egy... Na, hát ismeritek a konfigot, tehát most ez úgy néz ki, mint egy laptop kijelző. Tiszta hülye vagy. Már nem azért, de hallod? Kicsit szedjétek már össze magatokat. Mi nektek ez operációs rendszer? Hát ez rosszabb, mint egy tréfa. Nem tudom áthelyezni a monitorokat. Most húzogassam ki és dugjam be úgy, ahogy kell. Hát te tiszta hülye vagy. Öcsém. Jó, felbontást állítani. Nagyon jó, tényleg. Na, oké, akkor marad így, ahogy van. Akkor is, hogyha nem jó a sorrend. Jó? A fenébe már. Mindegy, visszamegyünk a Steambe. Tehát most volt rajta egy olyan parancsik, hogy returnt a Steam. Puff, megint 3 egyforma. Hát ez szülye. Most megint 3 egyforma képet látunk. Az előbb állítottam be, hogy ne legyen. Bocsi, a kábelért csak közben töltöm a mobilt, amivel videózok. Szóval az előbb állítottam be, hogy legyen 3 monitor egybe, jó? Tehát... öcsém. Valami súlyos hiba van itt. Na jó, beállítások, leállítás, beállítás. De hát az előbb is ez jött be, nem vagyok veled előrébb.
Jó, nézzük, hol tart a letöltés. 800 kilobajt per szekundó. 1 megabajt. És valamikor elértem a 4,3 sebességet. A 4,3-at én még ADSL-el elértem, haver. ADSL-el, jó? Tehát nem ilyen kábeles nettel, mint ami most van. És 1,3 gigabájtra fölhízott a 600 megabájtunk, vágod? Tehát így, hogy... És föl van hízva, vágod? Egy elem kész. Igen. De figyelj már, csávó! Valamit elfelejtettem mondani. Lehet, hogy már mondtam az előbb, de... Mégse hiszem, de teljesen elfelejtettem. A Half-Life 2 alapból támogatja a többféle monitort, vágod? Ha most 5-tel játszol, vagy 25-tel leszarja, fusson. Tehát, akkor ez most, ez kép? Ó, felgyorsult, mintha a letöltés lassítaná. Ó, nagyobb FPS számot látok. Na jó, van könyvtár, ugye? Mert nekem van... Ez hülye. Megint nyilacskával átmegyünk, nyilacska, nyilacska, megyünk, jó, nyi. Spóra, igen, mert megvan eredetbe. Figyelj már, csávó! Itt valami hiba van. I mean, nagy hiba. Jó? Tehát play. Játékidő 21 óra. Tényleg? Na akkor play. Jó? Play! Süket! És most mi van? Steam közösség hozzáférés játék közben. What kind of játék közben, amikor nem is... Ó, de szép keretet kaptunk. Na, és indul a Half-Life 2. Ah, hát nem egy gyors rendszer. De így mondom neked most itt tényleg, nem is szólok semmit. Három ugyanolyan képet látunk, tehát természetesen mind a három kép ugyanaz. Jó? Természetesen valószínűleg mondanom se kell, hogy ebben az esetben a Half-Life 2-nek az FPS száma sokkal alacsonyabb lesz, mint a Win 7, illetve a Win 8 esetében, már Win 8-ban már nem vagyok biztos. Tehát a Win 7 esetében, meg a Windows XP esetében sokkal magasabb FPS számot mérhetünk, mint ebben az operációs rendszer esetében. Ami még be se töltött, tehát... jó, oké, mondom, egy idés vinyóról működünk, ugye ez a tesztvinyó, ugye nagyon jó, tudjátok, hogy mi a tesztvinyó. Annyi engedményt adtam a Steam rendszernek, hogy megkapta... Ott repül egy error, ott repül... Az egy madár, természetesen. Ott repül egy error, ott repül egy... Hallod? Mi ez? Rendesen most ahhoz lenne kedvem, hogy kihúzom az egészet, és megyek vissza a másik rendszerre, a rendes Ubuntu-ra. Ezzel kedvem sincs játszani. Ha valakinek ezt megmutatják, hogy ide néz itt a Half-Life 2, hallod? Hát kedvem nem lenne ehhez játszani. Az eredeti Steam Operation System-en, tehát a Steam OS-en, egy wireframe fényképezős droid megy, amin nincs is textúra, ezeken sincs textúra, csak wireframe-et látunk, és tele van error felirattal, ami eleve úgy van megcsinálva a játék, hogy erre föl van készítve, hogy hibás lesz. Tehát a játék ezt így kezeli is, tehát ezzel semmi gond nincs. A gond a felkészültséggel van. I mean, hogy nincs felkészültség, vágod? Tehát billentyűzet, hang, kép. Tehát ez nagyon vicces, meg minden, csak nem értem. Tehát vizuális valóság mód. Jó, hát mondjuk olyan nekem nincsen. Képernyő beállítás. Ez a fényerő. Nem kell. További. Itt vannak a modellrészletezés, textúra, stb. Nem, egyszerűen nem. Ne, tudod mit? Menjünk csak vissza. Kép. További. És itt minden magas van. Minden tükröződik. Magas, magas. Várakozás szinkronra nincs, több magas képalkotás van, látómező ugye 90 fok, vagy 75 fok, nem tudom, mozgási elmosódás nincsen, HDR nincsen, az majd ugye később majd, hogy mondjam, hát ez most nem olyan fontos, hogy őszinte legyek. Élsimítás nincs, oké, jó? Most egy kicsit várunk, igen. Új játék!
Új játék indítás! Na! Egy Steam OS-en indítjuk a Steam-es játékot, jó? Nem Windows-on, nem. Half-Life 2, de jó. Emlékszem arra, amikor ez a játék először bekerült az életembe. Át van húzva az egész képernyő! Természetesen ez egy textúra hiány, ezt tudjuk. Mindjárt jön az öreg, remélem. Van hangja egyébként? Kéne, hogy legyen, persze. Mert a hangkártya be van állítva benne, hogy hova küldi hangot. Nincs hang egyébként. Tehát teljesen felejtsd el. Na hát ez a játék, amit látunk. Érted? Tehát semmit nem látunk. De mutatom még egyszer. Ezt látjuk. Minden monitoron egy áthúzott nagy textúra hiány jelet látunk. Semmi mást. És így várunk. Vágod? Tehát egy vonatban kéne utaznunk, természetesen emlékszünk a játék elején induló dolgokra, és semmi, hallott. Bekapcsolódási pont. De jó. Ez az. Rajta mondjuk a vonat. De jó vonat. Hát ez már valami, öcsém. Ez már valami. Nincs alja a vonatnak. Tele van errorral az egész. Feje nincs emberünknek. Mi ez a módszer itt? Benne ül az errorba az ember. Tehát ez egy pad. Atyavilág, komolyan ez a Half-Life 2 játéknak a megszégyenítése, amit itt látunk. Tehát, na ne viccelj már. Nézzük a kezét a professzornak. Kaptunk egy vakút, persze, most ez mindegy. Atyaisten. Srácok, tükröződik a semmi a földön. Micsoda munka ez. Na jó, ne. Akinek van szíve, az felejtsük el, jó? Kész, kilépés. Nincs mentés, haver, nincs. Maga a játék, az gyönyörű szépen föl van szerelve, de nincs ehhez az operációs rendszerhez alkalmazva. Tehát amit itt most látunk, az rosszabb, mint egy tréfa. Tehát ehhez a nevemet se adnám. Tehát tényleg meg se nézem azt a listát, most ledobom a fejhallgatót, mert egész eddig próbáltam hallani, hogy jön valami hang, vagy nem. Nem méltatom ezt az operációs rendszert arra, hogy fogom, azt leállítom. Tehát nincs ennek értelme. Ugye világos? Ennyit is érdemel körülbelül.